Úgyhogy mostantól nem lesz zene a játékba. Kíváncsi voltam a zenére, hogy már ugye tényleg a Forzában nem voltam benne. Úgyhogy mostantól zene nélkül folytatjuk a játékot. Szóval, akkor az extra verseny volt, amit mondtatok? Assassin's Creed Remastered 3-mal játszik a kedves ismerősöm. Ezt Évinek üzenném. Az ő ismerőse is. Jó. Mehet. So. 9,8 km, nincs benne gyors utazás? Vagy legalább vegyük fel mondjuk a táblákat. Szóval akkor... legalább jövő hét végéig a Forza 1-et fogom nyomni, azt mondjátok? Mondtad neki, hogy beszéljen velem? Jó, IP nekem most itt az autó, hogy mondjam, az autógyűjtemény őszintén nem érdekel. A Forza érzést akarom. Tudjátok, hogy mit akarok amúgy átélni? Mit akarok érezni? Azt akarom érezni, hogy játszok a játékkal mondjuk 2 órát, 3-at, vagy egy napot, és holnap elő akarjam venni. Amúgy szerintem holnap este lesz egy stream, csak mondom, szerintem holnap fogok streamelni. Úgy készüljetek, hogy holnap leszek. Szombaton nem tudom, nem hiszem, még az se kizárt, mert nem tudom, hogy Évinek mi a terve, mert hogyha itthon vagyunk, akkor végül is tudok streamelni, szóval amúgy tök mindegy. Mert meglátom. Most hétvégén nem tervezek sehova menni, szóval a mai, holnap számoljatok, hogy este 8-kor stream. Mondom, azt szeretném elérni, hogy legyen egy ilyen érzés bennem, hogy alig várjam, hogy megint játszhassak. Hogy alig, hogy legyen bennem ezt, hogy mert ugye a Need for Speed például hiába nem játszottam ki végül PS-en a 2015-ös részt, az elérte nálam, de mondok jobbat, a Forza 5 is. Tehát a Forza 5 is képes volt elérni nálam azt, hogy akarjak vele játszani. Nem erről beszéltem, ott egy tábla. Lesz jobb dolgod, miért? Attól egész nap elmehetünk, meg csináltunk akármit. Csak a múltkor is, akkor már így felhoztad a családi beszélgetést a live-ra, elkezdték körmöt csinálni valamelyik este, vagy én nem tudom mit csinálni, és mondom, azt hiszem talán szombaton, és így rájöttem, hogy amúgy ennyire streamelhettem volna. Figyelj, nekem a 2015-ös Need for Speed el tudta érni, a Forza Horizon 5 el tudta érni, hogy kíváncsian várom, hogy a Forza Horizon 1, vagy a 2, vagy a 3, amik el tudja elérni. Nem feltétlenül számít. Attól még jó lehet. Az Unbound is el tudta például érni. Ott a izével sikerült, a loot, nem loot, hanem az ilyen keresgélésekkel, amikor össze kellett a pályán lévő dolgokat szedegetni. Az nagyon lekötött. De ugye ez volt nálam egyébként, a Most Wanted 2012-ben volt egyébként, és én szerettem, mert olyan burnoutos volt, de hát nem olyan, mint a többi Need for Speed. A 2015-ben a camblockos, tuningos rész jött. Gyerekek, figyeljetek, akartok erről a YouTube meg a izéről, bevételről beszélgetni? Beszélhetünk. Elmondjam a véleményemet? Legalább 5 ember beírja, hogy érdekel titeket a YouTube bevétel, akkor beszélhetünk róla, de hát most... Na, mindegy. Szóval, az a helyzet, gyerekek, hogy amikor a YouTube-on reklámokat tiltogattok meg... Tudom, csak megint elfelejtettem. A YouTube-on egy... Kezdjük az elejéről. A videók után, ha van 1000 követőd, meg partner vagy a YouTube-on, bevételhez juthatsz. Ez igaz. Az, hogy mennyi a bevételed, az lehet $1, lehet 1000 megtekintésről beszélek, $1, $5, $7, $8. Általában a jobb és tehetős országokban, például Kanada, Svájc, stb. Ott van, hogy $7, van, hogy $14 is van 1000 megtekintésenként. Magyarországon 1-2 dollár között mozog ez az összeg, szóval nagyon kicsi. Ez a shorts videókon, ilyen shorts videóknál tudok egy számot mondani, nekem 1000 megtekintésre volt múlt hónapban a shorts videóimon, 17 forint a megtekintés, ott nincs egy dollár, jóval kevesebb. Tehát az egy másik összeg, amiről ott beszélünk. Viszont a 14 forint, 0,14 forint az reális, mert hogyha van egy céged és bejelentve nyomod, akkor ugye a YouTube ugye levonja az ő részét, plusz még itthon is Magyarországon le kell adóznod, szóval igen. Szóval, hogyha van egy YouTube csatorna, aki YouTube videókat csinál nektek, és tetszik nagyon, amit csinál, és nem csak, tehát hogy mondjam, ilyen heti szintű rendszerességgel nézitek a csatornát, akkor például nálam is a csatornán van egy 200 forintos előfizetés, ami lófasz. Tehát, hogyha ilyenkor, hogyha látjátok, hogy azért szokott lenni nálam is, meg mindenkinek egy ilyen kisebb előfizu, mert nem tudják, tehát hogy nem nélkületek, nem tud a csatorna szerintem fennmaradni. Legalábbis nem az enyém, hanem úgy most nem a sajátomról globálisan beszélek. Instant Gamingen vásárolom általában az összes kulcsomat. Szóval, hogy nagyjából valid, amit a Radics Peti barátunk állított, de mivel a CPM, az 1000 megtekintési CPM függ a csatornád méretétől, függ attól, hogy milyen tartalmat teszel ki, tehát ő paródiákat csinál, kb. Így vegyük úgy, neki nyilván kevesebb a bevétele. Most, hogyha te autókat reklámozol, akkor ugye ott tehetősebb emberek mennek oda, akkor drágább lesz a YouTube-on, többet érsz. Ha például meditációs zenéket csinálsz, akkor nem érsz sokat, tehát akkor szinte semmit nem érsz, és nagyon kevés lesz a CPM-et, szóval az értéked az nagyban függ a YouTube részéről, hogy milyen kontentet gyártasz. Ezt így kell nézned. Kompi semmi extra. Ha van kérdés, mondjátok, mert igazából nagyjából kifejtettem, amit erről tudnod kell. Egyébként annyi, hogy nem értettem a Radics Peti követő száma mellett, hogy miért állt bele abba a csávóba. Na, majd elmeséled. A Radics Peti részéről nem érzem indokoltnak azt a videót, mert igazából tudom, hogy miért csinálta, mert nálam is, pedig nekem nincs a követőm volt probléma ebből ez a pénzes témával kapcsolatban. Magad nálam 200 forinton akadtak ki a nézők, hogy 200 fontos előfizetés van, szóval nem igazán értem, hogy miért kellett. Ugye, ha azt gondoljátok, a YouTube-ból meg lehet élni, ez... nagyon nagy meló, ennyit mondok, ezt tudom mondani, nagyon nagy meló, napi 8-10 óra, amit beleraksz, és akkor 2-3 év alatt el tudsz érni egy olyan összeget, hogy jó legyen, mondjuk egy 150 000 forintos havi bevételt, amiből 130-at beköltesz a cégedbe, amiből 20 a könyvelő, és akkor vagy nullán. Szóval, ha valaki azért akar YouTube-bal foglalkozni, mert hogy csak a pénzt nézi, akkor az baj. Akkor azt nagyon hamarabb fogja hagyni. Vállalkozást fogsz belőle csinálni, tehát vállalkozást kell csinálnod belőle, mert különben nem tudod. Az a lényeg, hogy 200 000 forint, tehát hogy eddig tudsz elmenni. Kell Radicsnak lenni, hogy beléd álljanak. Tehát az a lényeg, hogy vállalkozás mindenképpen kell, mert anélkül nem megy. Tehát nekem például a volt csatornán az 1000 követőt 8 hónap alatt szedtük össze, úgyhogy egy nap alatt szedtünk össze 500-at, egy idézőjeles, lejött egy próbálkozásunk, és egy nap alatt bekövettek 500-an, de alapvetően egy 1000 követőt összeszedni például általában egy év. Tehát, hogy lassan indul egy YouTube csatorna, az egy kibaszott maratonfutás. Nagyon lassan indul be. Ezzel számolni kell. Tehát az, hogy bevételed lehessen, 4000 megtekintett órát összeszedni a YouTube-on, nagyon sok. De más, a TikTokból lehet pénzt, a YouTube-ból pénzt szerezni nem tudsz azonnal. A TikTok az egy másik dolog, a TikTokból meg tudsz élni, mert csinálod a baromságot és küldenek pénzt. Tehát én is nagyon sokat gondolkozom, hogy valahogy be kéne a TikTokra vezetni azt, hogy ajándékot küldjenek az emberek, mert a TikTokból nekem szinte semmi bevételem nincsen. Még a TikTokon sokkal könnyebb ajándékot kicsikarni az emberekből, most így fogalmazzam meg. Csak én mindig is úgy voltam vele, hogy én nekem vagy küldtök, vagy nem. Most, hogyha NPC-skedni kell, hogy ajándékot kapjuk, akkor nem kell inkább ajándék. Tehát, hogy nem, most legyünk őszintén, bazzeg, hát de miért csinálják az NPC-k? Tehát, hogy most őszintén, tehát, hogyha valaki az elmúlt egy év TikTok live-om után úgy gondolja, hogy én elkezdek, és hogy mondjam, hogy én is pénzt akarok a TikTokból, hát bazzeg, nyilván akarok, de hogy ha ez lenne a szempont, akkor már rég abba hagytam volna. Tehát, hogy nem. Tehát nekem szinte nulla bevételem a TikTokból, szinte semmi. Majdnem, hogy azt mondom, hogy zéro. Hát, hogy... És amikor egyszer, most nem tudom, hogy live-ol-e még, mert ez kb. Szerintem nyáron volt, egyszer betévedtem a Varga Irén live-jára, és akkor láttam, hogy a Varga Irén 5 perc alatt annyi ajándékot kapott, mint körülbelül én egy hónap alatt. Ott így eléggé elgondolkoztatott a dolog, hogy ezt... Igazából azt nem értem, hogy miért csinálják az emberek. Ezt, hogy miért küldenek, hogy mi alapján döntik el az emberek, hogy kinek küldenek ajándékot. Én ezt részét nem igazán értem. Elmondom neked, hogy mi a jó abban, hogy pénzt küldesz mondjuk valakinek. Én azt mondom, hogy pénzt ne küldj, mert azt ne. De ha van egy tartalomgyártó, aki mondok egy példát, legyek mondjuk én jó, én vagyok a példa. Mondjuk ott van a YouTube csatornám, tegyük fel, hogy mondjuk havi szinten találsz rajta olyan tartalmat, most ez csak egy elmélet, jó, nem kell találnod semmit rajta. Havi szinten találsz mondjuk a YouTube csatornámon olyan tartalmat, ami neked hasznos. Például a modolások, vagy emulátoros dolgok, vagy akármi, akkor ilyen esetben a legjobb, amit tehetsz, hogyha esetleg így már minimálisan szeretnéd, hogy az a csatorna ne szűnjön meg, hogy ha nem is a legkisebb, de olyan mondjuk szerintem egy 1000 forintos előfizetést bedobni a csatornára, szerintem az nem vész. De mondom, van kisebb is, mindegyiknél van kisebb. Ennyit szerintem, mert tehát szerintem, mondom, ha hiszitek, ha nem, ezek a csatornák nem szponzorokból élnek az elején, és kurvasokban van egy csatorna. Nincs baj azzal, hogy pénzt kérsz, csak ingyenes. Amint most mire gondolsz, Patrik? Ez kíváncsi vagyok. Az más! De mondom, gyerekek, most nem rólam van szó. Nem az én pénzemről van szó, most egy kérdés volt a Radics Peti videójához, szóval modokkal, stb. Nem, félreértitek egyébként, én erre válaszolok nektek. Minden videóm alatt, és Patrik, ezt, hogyha nem érted, akkor sajnálom. Minden egyes videóm alatt, a modos videóm alatt kint van a modnak a linkje. Én ezért nem kérek pénzt. Minden mod ott van kint, meg tudjátok nézni. Ugyanúgy, ahogy én, felmegyek a netre, kiguglizom, YouTube videókat nézek, hogy kell bemodolni. Például ez az emulátorral, hogy most ez itt nektek itt menjen, 5 órámba telt megoldani. Nem azért, mert balfas vagyok, hanem mert az emulátor befrissült, és a tutorial videók már nem voltak jók. És én nem kérek pénzt semmilyen modért. Minden mod ott van a videó alatt. Én most is ennél a Forzánál azt fogom csinálni nektek, kirakom az emulátort a videó alá, ott van, lehet vele játszani, meg lehet oldani, ugyanúgy ott van, én is innen indultam. Én annyit csinálok majd, hogy az én emulátoromat, amit már én állítottam be, és én írtam át a dolgokat, azt becsomagolom egy fájlba, és berakom az előfizetőknek a Discordra, és ha valaki előfizető, akkor mindenféle állítás nélkül egy kattintás letölti, és megy neki. És megspóroltam neki 5 órát. Én ennyit csinálok csak. Tehát én nem kérek pénzt semmilyen módon. Nem titkolom, hogy hol a mod. Mindenki a modokat megkapja. Minden mod ott van a videó alatt. Várjál, a Discordon... Nem, a Discord az... a Discord az más, az nem tudom, hogy BC vágod a Discordot? Tehát én nem... Tehát minden egyes mod, mivel nem az enyém, ezért kim van a videó alatt. Tehát én a modokat nem titkolom senki előtt. Ugyanonnan indulunk mindannyian. Én is, amikor a modot megtalálom, nekem is, ha nehéz berakni, nehéz, ha könnyű, könnyű. Ugyanonnan indulunk startból. Read me file, olvasok, nem megy, keresek, kutatok, addig bóckodok, még nem lesz jó. A Discord az egy ingyenes... Várjátok, most nem értem a BCI kérdését. Meg igazából, hogy értsétek a dolgot, én ezt magamnak, van ugye egy Discord fórum részlegem, én magamnak gyűjtöm ott a modokat, az csak egy plusz dolog, hogy ti hozzáférhettek. Tehát igazából csak én nekem az azért jó, mert egy keresek valamit, akkor megtalálok mindent ott egy helyen. Persze, Discordra bárki be tud jönni. Ugye, Patrik, ez nem erről szól, mert én nem... Ha valaki nem akarja megoldani, akkor én adok neki egy lehetőséget. Tehát én más nem tudok így, tehát hogy igazából ennyi. Mindent meg lehet oldani, hát én is megoldom, és ugyanazt csinálom egyébként. A Discordon pár szoba. Tehát van pár szoba, ami akkor oldódik fel, hogyha van előfizetésed. Igazából ennyi. És tényleg ennyiről van szó. Megmutatom, gyerekek, és akkor értitek, mert így ez így bonyolult. Tehát figyeljetek. Mondok egy példát, jó? És akkor, na. Például itt van a Discord. Vissuk meg. Látjátok? Mi kell nekem? A előfizetés. Aztán akkor nyomunk egy pár perc szünetet, jó? Ezután. Ami nektek van itt az előfizetői részleg, de ez a 5%-a a DC-nek. Tehát ugye először is van ugye egy játéktár. Tehát például ugye ezt én csinálgatom, itt vannak bent már nem megvehető játékok, meg például, itt van például a Forza. Innen tudod letölteni a Forzát, fenn van már ugye a letöltője. Tehát ezt én azért raktam be ide a héten, hogy ne vesszen el. Ez nekem van itt. Ezt innen szedtem le a Forza 1-et. Tehát ha valakinek kellett mondjuk a héten, van előfizúja, a Twitch-en vagy a YouTube-on, akkor ezt már látja. Például itt van a modtár, keresgéltem a héten modokat, például, csak hogy értsétek a dolgot. És itt van például a Flowers are Red mod a Most Wanted-hez, amit én például nem fogok valószínűleg bemutatni nektek, de ugye a YouTube-on mondjuk ez a drágább előfizetés, ez a modtár, én azt csinálom, hogy ha találok a neten egy modot, akkor én ezt a modot megfogom, letöltök egy képet róla, itt beírom a címét, új létrehozásra, csinálok neki egy képet, és én berakom oda a modot. Tehát mondjuk itt van ez, itt van például a mod. És akkor ezt én magamnak gyűjtöm, hogy ne vesszenek el. Tehát, hogy itt van a Burnout Revenge-nek a HD textúrás PSS modja, ami egy felújított, iszonyat komoly Burnout, és PC-n tudjátok nyomni. Szóval, hogy erről majd jön játék, ezt végig fogjuk játszani. Szóval az a lényeg, hogy értsétek a dolgot, hogy én csak gyűjtöm itt a modokat, és ha valakinek kell, akkor itt egy helyen mindent megtalál. És például, amikor csináltam nektek a Need for Speed Heat-es modolást, akkor ugye én bemutattam nektek, hogy hogy kell modolni, és mondom, volt egy tervem, hogy akkor Supra, meg LEGO Ferrari, meg egyéb Thomas a gőzmozdony, meg egy-két dolgot akkor bemutatok. És nem mutattam be nektek, mert úgy gondoltam, hogy nem mutatom be. Szóval ebből nem lett tartalom, viszont a modok itt vannak. Szóval mindent megtaláltok, tehát hogy így ennyi van róla bekapod. Mármint, hogy biztonsági mentésre gondolsz, vagy mire gondolsz? Ezt most nem igazán értem a kérdést. Ezek linkek, ezek csak simán linkek, tehát a weboldalaknak a linkjei, hogy mit, hogy, merre. Meg leszoktam írni, hogy meglegyen, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, mert csomó mindent elfelejtek, nincsen. Tehát, hogy ezt nem ezt magamnak csinálom, ez tényleg nem az előfizetőknek szól. Abba rakd bele majd a Street Turbót, úgy nagyon komoly, ez az Audi-ba? Tehát mondom, ez nem, az előfizetők azok kapnak egy plusz dolgot, de ez abszolút nem az előfizetőknek van tulajdonképpen, hanem nekem. Tehát mivel az előfizetőknek szeretnék valami pluszt adni, ezért kapják meg az előfizetők ezt. Hát... ott van YouTube-on a leírásban, nézd meg, BCI. Nézd meg a YouTube leírást, és akkor ott van. YouTube leírás, és akkor ott már rájössz mindenre. Ne a videót nézd, mert az már nem aktuális. YouTube-on tagság, leírás, át kell nézni. Itt is bele tudod, jobbra be. Mindjárt bemegyek jobbra, csak kérek egy 5 perc szünetet, jó? Mert már másfél órája volt, úgyhogy, vagy egy. 5 perc szünet, és akkor innen folytatjuk, jó? Addig is mindenkinek. Remélem, nem értetted félre, abszolút nem sajnálom tőled. Nem, bárki. Egyébként, ha sajnálod sem, akkor szeretünk jóba. Tehát tudom, hogy nem, megértem, de ha nem sajnálod, vagy ha sajnálod, akkor is megértem. Jó, megfordulok, ha visszajövök, akkor megfordulunk, jó? Na, 5 perc és itt vagyok. Egyébként válaszolok. Válaszolok egyébként a, hogy hívják rá, az előző beszélgetésre, Patriknak. Azért, még nem mindenkinek válaszolnék most ezzel, hogy ide be kell mennem. Ezekre, amit előbb beszélgettünk. Annyira utálom ezt, hogy várj, itt mit tudok csinálni? Kell Wilfist, ez nekem nem jó. Ez garázs. Szóval válaszolok egyébként az előző kérdésekre azzal kapcsolatban, hogy nem értem az emberekben azt, de ettől változik. B és A lesz belőle. Hagyjuk, jó az az Audi így, ahogy van. Nem nyúlkálok bele. De hogy annyit akartam mondani az előző dologra, hogy igazából bármit csinálok, az emberek nem értem, hogy miért gondolják sokszor úgy, hogy például a modokkal kapcsolatban is, hogyha bemutatok egy modot, és időt szánok a mod bemutatására, most nem nektek szól, hanem úgy globálban mondom, hogy sokszor úgy gondolják, hogy nekem kutya kötelességem mindent, hogyha én úgy döntök, mondjuk úgy döntök valamivel kapcsolatban, hogy én azért mondjuk feltételezzük, hogy pénzt előfizetőknek adok valamit, akkor az emberek sokszor úgy gondolják, hogy én azért vagyok rossz ember, hogy nem adom oda például ingyen, miközben amúgy, ha belegondolsz, valamilyen szinten idő, energia van benne. Nem tudom, ez a YouTube-oskodás egy érdekes dolog, mert a pénz mindig is egy ilyen faramúci dolog volt. Hát az, hogy megérdemlem, azt nem tudom. Azt mindenki maga dönti el, szerintem. Tehát az rendben van, hogy azt mindenki el tudja dönteni, igen, hogy most valaki az adott illetőnek akarsz-e pénzt adni, vagy nem. Mondom, én egyetlen egy dolgot nem tudok megérteni ezzel a pénzzel kapcsolatban. Egyetlen egy dolgot, hogy akinek a pénzt küldik, az fejlődik. Az fejlődik. Hogy ne akarnék, Mark, már nagyon régóta terve van, az összes dört, az összes Colin McRae rally, nagyon-nagyon sok mindennel szeretnék, úgyhogy ne aggódjatok, nagyon-nagyon sok játék lesz és tartalom. Szóval, hogy akinek a pénzt küldik az emberek, az fejlődik, halad, mert ugye az úgymond az, igen, hát az nő. És hogy miért küldik az emberek a pénzt, nekem ne küldjön inkább senki semmit, de hogy miért küldik annak a pénzt, aki kreténkedik, hogy ezt nem tudom megérteni, hogy miért azt támogatják az emberek, akik idióta. Tehát, hogy mondjuk próbálsz egy normálisabb kontentet gyártani, akkor nem. De ha mondjuk én azt mondanám, hogy figyeljetek, mit tudom én, egy pénzpuskáért cserébe levágom a szakállam, egyből küldik a pénzpuskát. Az biztos, hogy a kormány is működik, biztos vagyok benne. Hát, hogy ebbe is működik a kormány. Megint elmentem ma izé mellett. Meg van a kék karszallag, mindjárt megyek érte. Várjál, hagyj menjek már el itt ezen itt végig akarok menni. Nem, ezen most végig megyek, mert egy csomó ilyen piros genyót tudok felszedni. Most fizettem elő a YouTube-on én is a prémiumra, mert már megőrültem a reklámoktól. Én is most fizettem elő, mert egyszerűen már megbolondultam. Tehát nekem is van YouTube előfizetésem, tehát az katasztrófa. Igen, tudom. Biztos vagyok én is, hogyha az egyikkel működik a másikkal is. Lesznek, de nem tudom, hogy mikor. Tehát PS2 emulátort szeretném megcsinálni gépre. Például azért nem akarok ígérgetni, megmondani semmit, mert őszintén, hogyha most nekiállok a Forzáknak, majdnem ott vagyunk, hogy Samsunggal 6 hónap ingyen van, ezt nem tudtam. Hogyha most nekiállok ezt nyomni, nagyon-nagyon sok idő lesz, tehát hogy nem tudom most, ha ezzel végzek esetleg jövő héten, Szeretem a Koenigsegg kocsikat, én mindig is szerettem a Koenigseget, szerintem jó autó. Bugattit is szeretem meg. De képzeljétek már egyébként, a Gran Turismo filmet láttátok? Komoly kérdésem van. A Gran Turismo-ban van egy borulás, amikor a csávó megöl valakit. Bocs, spoiler, de muszáj vagyok elmondani, mert a sztori idevág egyébként. Ugye felborul a csávó és meghal valaki. És arra akarok kiukadni, hogy az a borulás, amikor azt hiszem 2015-ben történt, és ennek a borulásnak kapcsán, igen, és az a lényeg, hogy ugye, nem tudom, észrevetétek már, hogy a Nürburgringen nem engedik, ugye, hát nem engedik, nem tudom, tudtátok-e, szerintem nem tudtátok a legtöbben, ugye mindig ilyen Porsche, vagy Merci, Audi, meg ilyen autók mennek ugye a Nürburgringen pályarekordokat, de hogy nem Koenigsegg, meg nem Ferrari, meg nem Lamborghini-kkel mennek általában, hanem inkább ilyen kicsit kisebb kategóriás autókkal szoktak mászkálni. Hát, hogy sem a Bugatti, meg sem ilyen autókat nem láttok a Nordschleife-n versenyezgetni. Na ennek az az oka, hogy nem engedik be ezeket az autókat a pályára, mert nem engedik be őket, és pont ez a baleset volt az oka. Akkor akart volna a... De nem akármelyik Lamborghini. Tehát az a lényeg, hogy amikor a Nordschleife-n volt ez a borulás, amikor a csávó megölte azt az embert, na akkor döntöttek úgy, hogy nem engedik be ugye a szuper sportautókat, egy bizonyos lóerő felett nem engedik be a Nordschleife-ra. Szóval, hogy ugye pont emiatt a baleset véget a Koenigsegg akart volna egy világrekordot menni a Nordschleife-n, és nem mehet be. Tehát, hogy nem, a versenypálya területéről tiltva van a Koenigsegg. A Bugatti is, meg az összes ilyen. Igen, a baleset az megtörtént, igen. A Gran Turismo sztoriban lévő baleset az megtörtént. Nem, ott tényleg a GTR-re repült el. Hát az a hyper autók, hogyha így hívjuk őket, akkor azok. És ugyanazzal a kocsival, ez fenn van a neten a videó egyébként. De figyeljetek, várjatok, megmutatom, mert ez fenn van a neten. Akkor legalább kicsit képbe vagytok. Látok egy másodpercet, mert ez mondom, ez nem kitaláció. YouTube. Mindjárt mutatom nektek. Vagy zárjam be itt a dolgokat, jó. 2015, itt van. Egy megtörtént dolog. Ez valid. Ez van a filmben. Ja. Hát ez... Szongyos hajsz. Igen, tehát ez, ami itt van, ez benne van a... Ez van a filmben benne, tehát ez egy full megtörtént real dolog. Ezt nem tudom, Izó, hogy volt, de... Nem azzal nincsen baj, hogy dimbes dombos, csak megfelelő autókkal, tehát ugye azért van sebességkorlát a Nordschleife-n. Ezért van sebességkorlát, és ezért nem mehet be sem a Bugatti, sem a Koenigsegg, sem az összes ilyen hyper-szuper sportautó ki van tiltva. Bizonyos lóerőig, meg sebességkorlátig engedik be őket. De nem ez az egyetlen autó, ami így elszáll, tehát ugye vannak azért fönt videók, ugyanígy elrepülnek ott, tehát hogy nem a domb miatt kapott bele, mert ott amúgy is megemelkednek. Hát a domb volt az oka, de hogy ugye a szél az több kört megtett, mire alá kapott a szél, az nem egyből történik meg. Ha úgy adja ki, azért is nem tudom mi annak a dombnak a neve, cső mindenkinek sziasztok. TikTokon please, a lájkokat egy picit nyomjuk meg, gyerünk, pörgessük a lájkokat. Na, 2,5 órán van a játékban eddig. Az a véleményem, a következő véleményem van. 2,5 óra után nagyon kéne most már valami videó, valami kis boost, mert annyira kezd csak a versenyzésről szólni a játék, és a történet így elengedte az ember kezét, hogy hihetetlen. Ezen a pályán bármit falnak lehet dobni. Nekem például amiatt a pálya miatt kezdődött el a YouTube-os karrierem, mert a Gran Turismo-ban megcsináltam, és engem az a pálya volt az, ami a Gold időt megcsináltam rajta a GT3-as kocsival, és az volt a... De semmi, az elején pedig úgy elindult, volt egy videó, volt benne egy ilyen csávó, aki megnézte a kocsimat, tehát hogy így ennyi, és nem lesz több videó benne végig. De figyeljetek, nem kell egyébként ehhez ilyen versenynek lennie, például Senna pont ugyanezért halt meg, mert fordult be ugye a kanyarba, és egy ponton leért a kocsi alja, és a leszívó erő, ami ugye a kocsit leszívta az útra, az megszűnt, az abban igazából egy másodpercben abba maradt, és nem tudott tovább ugye azzal a tempóval fordulni, és így csapódott neki Senna ugye nagy sebességgel a falnak. Hát pont néztem a Sennának a balesetét, és ha megnézitek, nem is volt egy nagy baleset. Tehát, hogy maga Senna halála, ez egy mai Forma 1-es baleset tekintetében, például amikor a Schumachernek a fia törögette a kocsit össze, ketté szakítva meg minden, ahhoz képest egyébként Sennának a balesete egy ilyen kis, tényleg egy kis koccanás volt, csak ugye 93-ban vagy mikor halt ő meg, még nem volt olyan a biztonság, és ugye ez volt a probléma. De úgy önmagában egyébként ott is a leszorító erő veszett el. A leszívó erő egészen pontosan az autó alatt. Azért, hogy ebben a játékban nem tud automatikusan visszafordulni az útra a kocsi. Néztem valamit, hogy lesz valami, aha. In 400 meters, turn left. Egyébként nem tudom, én mondom, én a driftet annyira nem preferálom. Van egy driftes játék, amit már nagyon régóta szeretnék nektek bemutatni. Nem teszem be a neve egyébként, ez a hivatalos Formula Driftnek a licenszelt játéka. Steamen sincsen fönn, de elvileg lehet vele játszani. Mert hogyha eszembe jut valamikor, akkor csinálok már róla egy videót, mert nekem is meg kell néznem, le tudom-e tölteni. Mert mondom, se Steamen nincsen fönn, sehol nincsen fönn, és elvileg mocsok jó az a játék. Meg kell majd nézni. Nem tudom most, hogy mennyibe kerül, ingyen van-e, hogy van, úgyhogy majd megnézem. De egyébként ezek a törés modellel én úgy vagyok, hogy nem tudom. Majd lesz egy videóm jövő héten, amin szerintem a véleményemet kifejtem ezzel kapcsolatban. Van egy ilyen gondolatmenetem, hogy akarok egy videót csinálni már régóta, ami sok mindenre választ ad, hogy mi a véleményem az új játékokról, meg mi a véleményem a régi játékokról. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok mondani, de meglátjuk. Hát én elmegyek erre, mert itt van egy csomó ilyen piros tábla. Föl kéne szedni. Nem mondom, hogy mindet föl kéne kapkodni, de ha már ilyen 60 körül vagyok, szerintem már jó lenne. 18%-os diszkount. Ja, hogy tovább küldtek, menjünk tovább. Hát igazából valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy 2003 környékén még az volt a szempont, hogy legyen benne 30 autó, és akkor mindenki halálboldog volt, hogy választott egy kocsit, és akkor játszhat vele, és leszarta, hogy az neki hogy a kedvenc autója vagy nem, mert az lett a kedvenc autója, ami a játékban volt, nem érdekelt senkit semmi. Még 2023-ban ott tartunk, hogy van 1500 kocsi a játékban. Az emberek legnagyobb problémája az, hogy mondjuk miért nincs benne pont az, ami neki hiányzik. Minden van, de hogy pont az nincs, és hogy ez milyen gáz. Így van. De nem ide kell jönnöm. Meg ezek a törések, meg hogy a fizika, meg régen örültünk, ha van egy látványos videó, most meg örülnek az emberek, ha el tudják skippelni, mert hogy csak feltartja őket a játékban, nem tudom. Hát azt lehiszem, hogy azt sajnálja. Ja, hát akkor megyünk tovább. Hogy régen még fontos volt az embereknek, hogy mi van egy játékban, manapság meg az attól senkit nem érdekel, hogy mit tud a játék. Nem tudom, hogy ide hanyas szintű autó kell, azt nem írja valahol? Vagy nem tudom. Tehát, hogy már... Manapság senkit nem érdekel. SS. Ez csak a design shopba jöttem be. Ó, de eltévedek itt, gyerekek. Amikor ez jött, X négyzet? Mindjárt megnézzük. Szerintem, hogyha SS, akkor... Értek már, amikor ez a játék kijött, ott van S, igazatok van. Amikor ez a játék kijött, akkor volt már Pass Xboxon? Tehát ezzel már lehetett ingyen játszani? Úgymond, ingyen, jó, nem ingyen, de értitek. Várjatok, ez... És most hanyas az én autóm? S... As és S-ig lehet, ezt fel lehet húzni S-re. A nagy turbóval... Ja, hogy így lenne. Gyertek, én úgy gondolom, hogy első az a... Ez rajta van. Optikailag lehet? Lehet, hát. Itt az maradhat. A gumi esetleg. Kész is vagyunk. Mi nem kell alkatrészt, azt adjam el. De nem, most ez így szerintem megfelel. Jó lesz ez így. TikTokon a lájkokat pörgessétek. Mennyi lájk van? Elértük már a 10 000-et, gyerekek. Már simán 20-30 000-nél kéne vergődjünk. k valami, akkor nem tudom, hogy mert mindenki frissítsen rá, és akkor látjátok a valósat. Gyerekek, már simán 20-30 000-nél kéne nyomni. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Jó. De mit kaptam üzenetet? X. Választanom kell egy autót, vagy vennem kell egy autót? Most basztam el az összes pénzemet. Nincs pénz. Ez baj. Akkor tényleg megyek eladni az alkatrészeimet. Hű, gyerekek. Hogy kell eladnom? Köszönöm a követést. Be. Hey, can I help? My upgrade setup. Nem, change car, autót nem tudok eladni. Vagy mindegy, custom upgrade, vagy mire menjek, úgyhogy ezt hagyd közösre. Későbbre. Jó, itt vagyok a garázsba, gyerekek. Igen. Ez nem jó. Jó, mindegy, hagyjuk az alkatrészeladást, mert most már eltévedek, megyünk versenyezni, azt majd haladunk. Nem tuningolok, mert így inkább a táblákat már összetöröm még jobban. Menjünk, nézzünk valami versenyt. Azt mondom, hogy biztos van valami, hogy zöld is van. Mondom, a zöldek is adják tovább a szinteket, ami kell? Vagy csak most már csak a kékkel tudok fejlődni, zöldre is tudok fejlődni, nem? Ugyanúgy szerintem. Itt. Toljál, elfelejtettem. Jó, akkor elmegyünk ide. Ez mi? Aha, várjál. Ah, jó, várjál, hogy fogom visszarakni a facecamot? Így. Most jó. A plusz meg a mínusz nem bug, a plusz meg a mínusszal lehet gyorsítani. Meg ugye a facecamra meg ugye az van beállítva nekem gyorsításnak. De mi akkor tudok így játszani? Ez hogy? Várjál. Á nem, ezzel a tempóval nem lehet. Ez egy speedrun, gyerekek, és akkor ki lehet játszani a játékot. Kurva gyorsan, genyó! Jó, mehetünk, normál tempón vagyunk. Ez kurva nagy volt. Mi? Ez speedrun. Olyan most normál tempóban vagyunk? Nem tudom eldönteni. Ez a rendes tempó, ugye? Ez kurva jó volt. Aha, tudom. Igen. Tessék. Így is tudom nyomni. Meg így is. Ez még mindig lassú. Ez a normál. Cső, Matyi. Amúgy tényleg, hogyha úgy van, akkor be tudsz fordulni gyorsan a kanyarba, mert benyomod a lassítást. Hát semmi extra, Matyi. Egy őszintén, semmi extra. Volt két videó. De még én nem tudom, az elején nagyon ígéretesnek tűnt, de most nem tudom. Mondom, 2012-ben biztos nagy szám volt, amikor nem volt más, ezt én tiszteletbe tartom, de hogy így... Mit kéne érezzek be meg? Nem tudom. Mindegy, nem majd az eladást, azt engedjük el. De mondom, nem... Most őszintén, jók az emberek mozgásait, jók ezek a kis ilyen induló... verse, ugye videó, jó az autóválaszték, történet egyelőre szar. Szar. Hát most mit mondjam? Nincsen, bazd meg. Hát nincs mit. Az elején nézd meg a live-om elejét, hogy mennyire örültem, meg mennyire kurva jó az eleje. Meglátjuk, mondom, kijátszom mindegyiket. Kijátszom mindegyiket, megpróbálom azzal a szemmel nézni, ahanyat írtunk, jó? Megpróbálom, úgy fogom megközelíteni, hogy nézzük úgy, hogy 2012-ben vagyunk. És vegyük figyelembe, hogy akkor mi volt a konkurencia, és azzal a szemmel viszont jó. Azzal a szemmel meg már egészen más a helyzet. De ha minden autós játékot nézek, akkor... Bocsánat, hogyha az Xbox-osokat megbánom, de ez az a berakom gyorsan a paszba, hogy ne vegyék észre az Xbox-osok, hogy van élet a Forzán kívül, de amúgy meg kell értenünk, hogy a Forza nem rossz játék. Tehát nem... Nem. Matyi, szerintem nem. Tehát, hogy... Figyelj, most... Jó, beszéljünk őszintén. Tényleg, tök őszintén. 2012-ben volt nekünk egy Need for Speed Most Wantedünk, most csak vegyük ezeket alapul. A Need for Speed Most Wanted annak ellenére, hogy milyen címmel jelent meg, hogy mennyire nem volt benne tuning, sok szempontból alul maradt a Forzával szemben, de például a város, meg a környezet, az mondjuk ott jobb volt. De ha mindent összevetek, akármilyen Need for Speed rajongó vagyok, a Forza jobb. De ha mondjuk a Pro Street-et nézem, vagy a Carbont, vagy a, mondjuk a Carbonnál mondjuk nem, de a Most Wanted-et, az Underground 2-t, és még talán azt mondom, hogy van ott más is, de mondjuk ezeket nézem, akkor nagyon messze van a Forza. Nagyon-nagyon messze van. Tehát, hogy én csak azt akarom mondani, hogy ez a rész 2012-ben szerintem nem volt egy csúcs kategória. Tehát, és én most régebbi játékokat soroltam fel. Tehát tuning tekintetében nem jó, motorikusan jó, persze, azt aláírom, de hogy tuning tekintetében szerintem nem erős, sztori tekintetében nem erős, térkép tekintetében nem erős, de játék szinten nem rossz. A grafika sem jó. A grafika a Need for Speedhez képest bőven alatta van. És megint nem akarok fasztralap lenni, de... Underground 2 helyett nagyon sok játék, a Juiced például, Juiced 1. Most nem akarok hülyeséget mondani, egy csomó bemutató videó van a YouTube-on. A Need for Speed Underground 2-nek voltak konkurenciái, csak szarok voltak. Tehát, hogy tényleg. Ott volt a Midnight Club, és azok nem voltak jók. Nem voltak jók, de volt sok, az Underground 2-nek nagyon sok konkurenciája volt, csak nagyon messze volt mindegyik az Underground-nak a szintjétől. De tényleg amúgy, ez volt a baj. Tehát ez nagyon-nagyon alul volt maradva ez a cucc. Ez tény és való, ez így van. Jé, Matyi, én nem akarom izélni, tehát mondom, őszintén, ez egy jó játék. Tehát el lehet vele lenni, nem unom, csinálgatom a dolgokat, semmi bajom vele, tényleg, amúgy nem rossz, csak tehát semmi, nem rossz. Félreértés ne essék, nem fikázni akarom. Az elírás nem tudom elindítani, basszus, pedig amúgy nyomnám, de nem tudom elindítani, sehogy sem. Hát mondom, ez tényleg egy Xbox-osoknak készült játék, ilyen tűzoltás képpen, mert ugye nem tudom, a PS-re akkor nem volt, de a Gran Turismo volt. De mindegy, azt nem lehet rá mondani, hogy szar, mert amúgy nem szar, meg szép. De mondom, ha most itt megállok, és megnézed a kocsinak a modelljét, és mondom, gyerekek, most nem tudom, hogy meg tudom-e mutatni, mert nem akarom, hogy kifagyjon. Hogyha én mindent lekapcsolok, ez a játék, ez így néz ki. Tiszta homály az egész, tehát, hogy nem Amint, hogy nem szép, tehát hogy itt is látszódik a textúrán, hogy csúnya, a távol, van egy ilyen homályos effekt rajta, tehát nekem ez amúgy rongyra van boostolva. Hát nekem itt minden föl van tolva, hogy ilyen élesebb legyen sokkal a kép, és ez, hogyha a 2012-ben ide rakom mellé a Most Wanted-et, azért az durván szebb. Az, hogy engem nem érdekel. Még nem néztem meg a Spotify összefoglalómat, de mondom, engem a grafika kurvára nem érdekel. Szerintem ez is szép, az is szép, mind a kettő szép. Nem azért, engem nem érdekel, hogy néz ki. Ha nekem kiadnak egy játékot manapság, és így néznek ki, én tök el tudnék vele lenni. Nekem ez elég, vagy nem tudom, nem vágy, legyen inkább jó. Legyen jó, és nézzen ki így, mint hogy kinéz úgy, mint a salamontöke, de közben meg szar. Én inkább azt mondom, mert... Ebben vitatkoznék egyébként, a PS4, meg a PS3-ból, meg az Xbox-ból azért elég komoly grafikát ki tudtak csikarni be azok az emberek, a készítők. Legalábbis szerintem. Adrenaline is my drug of choice. Azt nem tudom egyébként, amit nem tudok hová tenni magamba, hogy a Crew az hogy ment el az emberek mellett. Azt nem tudom megérteni. Hogy mi a Crew-val a probléma, ami miatt az emberek annyira óckodnak tőle, meg a Motorfest is, hogy a nagyon, nem azt mondom, az a már nem többen játszanak azért, de hogy szerintem egy jó játék az első game, a Crew 1, én a Crew 1-et szerettem. Persze nem volt online, meg nem volt, de nem úgy volt az online rész, vagy viszont az orrom, hanem kicsit, hát igen, maradjunk abból, hogy azért, de hát ugye, hogy de mégsem játszanak vele sokan, tehát hogy mégis nincs közössége a Crewnak. Igen, de... Hát nem mindegy, nem tudom. Lehetséges amúgy. Lehetséges, hogy igen. Szerintem nem kell egy sokadik autós játék. Hát nem tudom. Én a Crewba találtam meg most azt, amit eddig kerestem. Nekem az a leg... legjobb, ami a legrealisztikusabb így az árkádok közül, meg a legélvezhető. Gyerekek, figyeljetek, én már egy dolgot megállapítottam. Mondjatok, amit akartok, szerintem igazam van. Aztán nekem mindig igazam van a saját szemszögemből, persze, meg nektek is igazatok van. De hogy... Én azt gondolom, hogy a Need for Speed-ek maradnak örökké a királyok, és nem azért, mert hogy Need for Speed, meg ezen nőttem föl. A Crew inkább tökön. Mi vannak? Nem értem, BC, amit mondasz. Mindegy, szóval, hogy a Need for Speed-eknek lelke van, ezeknek meg nincs. Most őszintén ebből a játékból mire fogok emlékezni? Hogyha én ezt kijátszom, mondom, a végéig nem ítélkezünk, nézzük meg, hogy milyen lesz a vége. De most úgy komolyan, hogy most így mi fog megmaradni ebből? Volt benne két videó, ilyen, nagyon nagy ilyen küzdelem nincsen. Vezetni kell, menni kell körbe-körbe egy pályán, amit egyébként nem fog tudni így megcsinálni, na mindegy. De hogy így nincs benne az, amit a Need for Speed-ek tudnak, nincs lelke a játéknak. My Summer Car nekem még mindig egy ilyen jövőbe egyszer érkező dolog lesz majd, mert most már Krumpi nem is tudja, de hogy már tervben van, hogy majd elő szeretném venni. Van rá esély, hogy ezt én meg tudom nyerni? Szerintem egyébként, Patrik, ez nem igaz. Ez nem igaz egyébként. Tehát bármikor lehet jó sztorit csinálni, csak nem akarnak vele foglalkozni, mert az online, az online, az online, az online. Hát, mint mire gondolsz, hogy mikor kell tenni a Forzán? Szeretném, igen, a GTA-t. Terve van. Hát mindig így van. De ez a TikTok, bocsánat, a Crew-nál például a Twitch-en 35 néző volt, vagy 38 vasárnap. Ahogy a statisztikának nem rossz. A Crew-nál nagyon sok néző szokott lenni a Twitch-en, az meglepően sok. A TikTok az nagyon ingadozó, ott tényleg a Need for Speed, ami inkább felpörög. Durant már live voltam, meg ezeket már mind kinyomtam, úgyhogy ez terve van a Durant, megint végig szeretném majd tolni. Nem, akkor nagyon sokan voltak. A Need for Speed Underground 2 tesztnél voltunk, egyszer 250-en, az hiszem. Mondom, általában a Twitch a fő, szerintem van, lelke csak nincs melletted már, mint értem, úgyhogy például testvér, haver, akivel együtt voltátok, nézd ott egy jó autós, a többi, emlékszem, unokatesommal lett. De igen, ez így oké. Az élmények, a közös élmények, amit a családdal vagy a barátokkal töltöttél, az megmaradnak. De az meg szerintem nem a játék érdeme, hanem azt bármelyik játékkal meg tudod csinálni. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor lementünk vidékre, beraktam a fára a tüzet, megadtam a kályhát, és Évivel hajnali 4-ig a PS4-es Seven Days to Die-t osztott képernyőmbe, ez meg a 108 centis tévén verettük. Hát ez nekem is megmaradt, de maga a játékban nem emlékszem, hogy mit csináltunk már, csak hogy az jó volt, de hogy így erről beszélek, hogy azt értem, amit mondasz, csak az egy dolog. De maga a játék nem tud maradandót. Szerintem az nem a játék érdeme, hanem a tiétek. Persze. BeMengi az egy érdekes játék. Azért nincs még bemutató videóm róla, mert múltkor streameltem. Az egy érdekes játék igazából. Kéne vele foglalkozzak, mert az egy nagyon-nagyon melós sztori, hogy azt megtanuld normálisan kezelni, használni és játszani vele. Szóval az nem egy egyszerű dolog. Na, mindegy, ne bántsuk ezt a játékot, mert amúgy meg nem rossz, tehát hogy nem kell izélni, hogy meg, tényleg jó, menjünk, játszunk, haladjunk, mert ennyiből nem lehet véleményt mondani. Egyelőre nem lehet. Igen, ennyiből nem lehet véleményt alkotni. Jelenleg olyan érzés van bennem, mint a test drive-ba, de inkább ne is reagáljatok, hogy a test drive-ot is elkezdtem a múltkor, és beléptem, mentem benne, játszottam vele, egy live-ot, majd azt mondtam, hogy mi a fasz csináljak itt, nincs értelme játszani. Most csak azért, hogy gyorsabb autókat szedjek ki, ennek semmi értelme. De a test drive-ba tuning sincsen, szóval Az mondjuk egy másik helyzet volt. De akkor miért mondják az emberek, hogy ez a rész, ez az 5-nél jobb? És az 5-ben már nincs benne az a feeling, ami ebbe benne van. Mert... Én erre keresem a választ, hogy mi az, ami... Szerintem én azt gondolom, hogy egyelőre az, hogy ez az első. Azt mondtam, hogy a zene az nagyon jó. A zene az nagyon jó. Amint IP, mire gondolsz, hogy mi van benne? Szerintem itt ugyanaz a történet van, mint nekem annó az Undergroundnál, hogy a Need for Speed Underground a gyerekkoromat idézi fel, és szerintem nagyon sok embernek ez a játék volt az autós játékokban, a Xboxon a gyerekkora. Ha mondjátok, hogyha tévedek. Hát őszintén nem sokban különbözik amúgy. Abba több az átvezető és feelingesebb egyébként, csak ez a zenei cucc hiányzik belőle, de látványra egyelőre az jobb. Irányításra nekem a kettő tök ugyanaz amúgy. Abban én nem nagyon tudnék így véleményt, de tök ugyanaz, mint az 5. De komolyan, bocsánat mindenkitől, de tényleg nagyon hasonló. Talán ebben egy kicsit könnyebb a vezetés amúgy. Vagy nem tudom, lehet, hogy így én érzem úgy. De... Hát nem tudom. Most őszt nem tudom. Én meg a izét, a fesztivált, ami nem értem a kocsik jelenlétét. Ú, bazd meg, amúgy én kimondom, amit gondolok. Figyeljetek! Gyerekek, jó, elmondom a véleményemet. Értem, hogy miről beszéltek. Na, de ez egy beszélgetés legyen, és ne pedig egy ilyen kinek mibe van igaza, meg ki hogy látja, ez egy tök normális véleményt szeretnék megfogalmazni eddig a játékról, ami most szeretném jelezni most, hogy a végére érek, akkor majd visszatérek arra, hogy ez most, ez a vélemény, ez 3 óra játék után történik, jó? Én azt látom, és soha nem játszottam ezzel a játékkal, most jöttök vele először, hogy ők egy fesztivált hoztak be. Ez nem egy tuning találkozó, ez nem egy autó-tuning őrület, hanem ez egy nyári fesztivál, Szigetfesztivál, Boltfesztivál, ezt látom, itt egy Tomorrowland, meg ilyesmiket, de inkább a Woodstock, ezt akarja itt felidézni, ahol én személy szerint megmondom őszintén, hogy nem értem az autók jelenlétét, nem értem az autó látványosságát, de feltételezzük, hogy Amerikában vagyunk, és ott viszont van ilyen, mert ugye Amerikában ott nagyobb divatja van a tuningnak, és akkor azt mondom, hogy oké, rendben, legyen így. És hogy ott lehet, hogy egyébként tényleg ez divat. Viszont ha én... Az a kérdés, amit pont az előbb írtatok le, hogy a tömeg, a kocsik, a zenék, és ezt akarom visszahozni, akkor sokkal inkább azt mondom, hogy a Crew 2 az, amiben ezt érzem, amit leírtatok, a Motorfest, bocsánat, a Motorfestbe, mert ott tényleg csináltak egy ilyen tuning show-t, egy tuning találkozót, de kihagyták belőle ezt a zenei fesztiválos vonalat, hanem ott tényleg arra építették fel a Crewba, hogy az egy semmi köze a két játéknak egymáshoz, szóval nem tudom, hogy miért mondják sokszor a forzások azt, hogy a Crew a forzának a kopia, a fesztivál oké, de hogy a tematikában és kinézetben és látványban, meg elgondolásban teljesen más téma a kettő amúgy, amit én látok belőle. Semmilyen, tehát most zene oké, meg, de ott nincsenek bulizó emberek, ott egy autós találkozó van, és szerintem az jobban illik az autós témához, mint ez. Viszont 2012-es szemmel, meg azt tudom mondani erre a játékra, hogy parádé, zseniális, tehát akkor szerintem abban az évben, sőt, inkább úgy mondom nektek, hogy 2007-ben a Pro Street kijött. Utána kijött ugye a Shift széria, amit nagyon szerettem, de utána a Need for Speed széria az úgymond bedöglött, és elengedte a tuningot, megjött a Criterion Games, elbaszódott a Need for Speed, nagyon sok minden, szóval nem csak az Xboxosoknak, és nem csak az Xbox játékosoknak ez a játék ezzel a rendszerrel, ami ebben benne van, a tuning, a minden, ez egy egyenesen maga volt a Szent Grál, amit így odaadtak, hogy gyerekek, ha már a többi nem tud jót csinálni, akkor legalább itt van ez, játszatok ezzel, és akkor igaz, nem tud annyit, mint a Most Wanted, nem tud annyit, mint az Underground 2, még a Pro Streetnél is gyengébb, de szerintem, de mégis több, mint az elmúlt 5 évben bármi, szóval nem nagyon volt vetélytársa ennek a játéknak szerintem, és még a következő 3-4 évben sem lett, én így látom, és de önmagában nézve viszont tényleg azt gondolom, hogy a sikerét annak köszönheti, hogy nem volt ellenfele nagyon, de így is azt mondom, hogy ha egy 10-es skálán kéne pontoznom, hogy ez egy milyen értékű játék lenne, azok között a régebbi címekkel, amikkel játszottam, 10-ben 7 pontot adnék rá egyenlőre, 7,5, nagyon jó fejséggel, mert jó vezetés, jó a kocsik, jók a tuningok, de a sztori, a hiánya, a látvány, a kevés környezeti elem, a kevés ingerszegény környezet és ezek a dolgok miatt én lehúznám, de a zene meg rohadt nagyon, a zene az botrány mennyire jó benne egyébként, szóval azt nagyon eltalálták, szóval mondom, hogy de ilyen 8 pontot már nem, meg 8 pont felé nem vinném ezt a játékot, tehát annyit szerintem nem érdemelne, mert igenis jelezni kell a készítők felé, hogy azokat a hiányosságokat, amik vannak benne, azokat igenis tessék javítani, mert hogyha erre a játékra azt mondjuk, hogy 8,5 meg 9 pont, akkor a készítők azt érzékelik, hogy hát jó van gyerekek, ha figyeltek, hogyha csinálok egy ilyet, és ez így ennyi, és ez így elég az embereknek, akkor szarok bele, nem kell videó, nem kell sztori, nem kell vele foglalkozni, menjen ki a következő rész, azt toljátok. Nekem van egy ilyen, én nem támogatom, hogy csak úgy egy ilyen, hogy mondjam, nem támogatom azt, hogy csak úgy a készítők kapkodjanak ilyen magas pontszámokat, csak úgy, és egyébként a 7 pont az messze menőleg szerintem egy jó pontszám például, de egyéni vélemény. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy egy játék ott kezdődik, hogy 10 pont, akkor jó, a Crew első részében jó volt a sztori, nekem a második rész a Crew-val volt az, hogy Zsolt, amit írtál, olvastam. Ugye a Crew első része jó volt. A második része az... Én a második részét a Crew-nak például abba hagytam. 3 órát játszottam vele, majd abba hagytam. Őszintén. A... 7,5. Többet nem. Kevés az átvezető, szar a vezetés benne, felborul az autó kanyar közben, nem maga a vezetés borzalmas. De nem jó benne a vezetés, kevés a tuning, kivették a tuningokat, most a Most Wantedről van szó, a 2005-ösről. Kevés a tuning, elvettek szinte mindent az előző részhez képest. A sztori jó, oké, azt aláírom, de maga a játékmenet, nem, a térkép nem jó, nem éjszaka van, megszűnt az illegális tuning, az illegális versenyzés, rohadt agresszívak a rendőrök, idegesítő a rendőrözés benne a vége felé, mikor 10 percig kell menekül, de semmi véget, sőt, lehet, hogy 6,5 pontot mondanék rá, 6,5 bőven van mit azon a játékon javítani. Csak azért, mert van benne egy versenyautó BMW, csak azért, mert van benne egy 15-ös lista, attól nem adnék rá 10 pontot, mert ez nem elég, ahogy a Forzáról is el tudom mondani, hogy mivel a baj, akkor a Need for Speedről is el lehet mondani. Most játszom először az 1-jel, nincs meg. Nem, én most kezdem, nekem az 1 az első, 5-öt már kijátszottam, de az 1 az első. Nem, beszélgetek a nézőimmel, Zoltán. Twitch nézőkkel, meg a TikTok nézőkkel beszélgetek. Ennyi. Ez így van. A rendőrökkel nagyon sok benne. Ugye 6 pontnál biztos, hogy többet ér, mert jó benne az autómennyiség, 2012-ben nagyon jó volt, a vezethetőség szerintem rendben van, nem tudnék belekötni. 5-öt már kijátszottam, de az összes többivel, a 4-jel játszottam egy 4 órát, az 1-2-3-mal sose játszottam. Ma kezdtem el. Szóval, mondom, őszintén nem, ez azért, mert nincsen valamiben sztori. És hogyha van is, gyenge. Meg az, hogy nem tudnak kitalálni benne megfelelő kontentet, hogy izgalmas, hogy az érdeklődés fennmaradjon, az attól még nem lesz szar. A tuning jó benne nagyon, mármint hogy nem úgy nagyon, nagyon nem, de szerintem jó, a motor tuning az nagyon jó. Szerintem van ennek a játéknak nagyon sok, nagyon jó pontja van. De ennek a játéknak szerintem egy nagyon nagy makkersége volt az, hogy a többi kiadó akkor balfasz volt. Én úgy gondolom, hogy ennek a játéknak a sikere nagyban befolyásoló volt, hogy többi kiadó akkor éppen balfaszkodott. De vágjátok egyébként, hogy ma Snowrunner-eztünk volna, hogyha nem ment volna ez a játék? Tehát ma abszolút Snowrunner lett volna. Úgy beraktam másodiknak. Ja, nem jeleztem úgy feléjük semmit ezzel kapcsolatban, de ugyanezt tudja az 5. rész is. Igen, ez a játék nagyon jó helyen volt jókor. Tehát az tény és való, hogy meg tudod, Zoltán, például a Crew-ba már benne vagyok, mint tesztelő. Hát, hogy tudok beszélni a fejlesztőkkel, hogy mi a helyzet a játékkal. Most például a legújabb frissítésben is volt beleszólásom. Igen, na mindegy. Tehát, hogy ja, szóval nagyobb a közösség, és a Microsoft-tal is lesz mondjuk esetlegesen ilyen szerződésem, mint ahogy a nagy videósoknak is van, akkor esetlegesen igen lesz. Lehet elképzelhető, hogy jövőben az is lehet, hogy akár kikérhetik a véleményemet is. Nem tudom, hogy a Microsoft foglalkozik-e ilyenekkel, de például a Ubisoftnál ez egy szempont, a Crewnál, hogy igenis. Tehát én például, ami a jövő héten jön Crew teszt, nem, hát úgy mondjam, jövő héten jön egy, csak hogy tudjatok róla egyébként, akkor ezt nem mondhatom el, akkor ezt nem mondom el. Jövő héten jönni fog az update a Crewhoz, ezt tudjátok. Én azt már kitoltam, tehát hogy én ezt már 2 hónapja kijátszottam azt az update-et, ami jönni fog. Pont abba szenvedek, folyton felborulok, nem megy a vonatozás. Melyikkel játszol? Kivel játszol? Ja, Snowrunnerre? Ez rohadt jó játék. A Snowrunnerről lesz majd, mert streameltem régen is sokat, a Snowrunnerrel fogunk még játszani. Ilyetek nincs még meg az a cumó, ami nekem kell. Látásmódon. Az a gáz, hogy én is felbosszantom magam, hogyha szidják a Need for Speed-et, pedig amúgy tényleg nem a... Vannak, nagyon sok hiba van a Need for Speed-ben is. Hát... meglássuk egyenlőre. Meg nullából akarom újra kezdeni, hogy a sztorit nagyjából játszunk. Gyerekek, egyébként figyeljetek már, én azért próbálom az embereket gyűjteni a Discordra, hogy tudjatok együtt játszani, szóval vannak ilyen játékkategória szobák a Discordon, és szóval, ja, érdemes, gyertek be Discordra, mert a nézők, akik mondjuk itt vagytok, simán tudtok játszani együtt is, meg hogyha például nézői game van, akkor nem az lesz, hogy a live-ot elindítom, és akkor írok, hogy gyerekek, figyeljetek már, hogy szólok live, hogy aki akar jöjjön, hanem DC-re ki fogom írni, hogy nézői game, és akkor az más. Hát muszáj vagyok, voltam elfogult én is Need for Speed-ekkel kapcsolatban, de És na. Azért legyünk őszinték. Lőjt a Snowrunner F... A Snowrunner... Figyelj, a Snowrunner az más. A Snowrunner... Snowrunnerben nem is akarok történetet. Tehát, hogy nem kell. Tehát, most tudom, hogy ez hülyén hangzik, hogy... Egy autós játékban a sztori, meg minden játékban a sztori tud rajta dobni, de például Minecraftban nem akarok történetet. Egy túlélős játékban leszarom, ha van történet, vagy nincs. Más a koncepció. Én nem tudom, hogy miért gondolom így, ezen lehet, hogy nem értetek sokan egyet, de én például a Snowrunnert azt inkább egy Minecraft, vagy egy ilyen túlélő gémnek érzékelem, nem hiányzik belőle a sztori. Rendben, Zoltán, hát mindenkinek más a véleménye. Figyelj, jelenleg, amit én érzékeltem a Crew-ban, mint probléma, azzal egyetértett a tesztelő brigád, akik ott benn voltak, tehát ugyanarra mondtuk a panaszt, ugyanarról mondtuk a véleményünket. Szerintem nem hiszem, hogy probléma van a látásmódommal, de nem értünk egyet, azzal nincsen baj. Én úgy érzem, hogy nagyon kevesen vannak mostanában, akik nem értenek velem egyet, úgyhogy ez jól esik. Nem tudom, de ha kifejtenéd, hogy mi a probléma, vagy mit gondolsz arról, hogy mit érzékelsz problémának abból, amit mondok, engem érdekelne. Karbonnak jó a sztoria, csak rövid. Ez a Battle Royale mod, ez most nagyon oda tett. Egyébként a Battle Royale moddal nem végeztünk, csak mondom. Kacok? Nem áll jól a helyezésünk. Egyébként meg figyelj, annyit elmondok, amikor ugye például ott van a Forza Motorsport. Hát én ugye nagyon lefikáztam a Forza Motorsportnak az új részét, és 32%-ig esett az értékelés a Steamen, úgyhogy még úgy gondolom, hogy kedves voltam vele. Tehát a nézőknek borzasztóan nem tetszik az a játék, sem a... Sőt, igazából mikor csináltam róla egy első videót, mert első benyomásom tetszett, első benyomása jó volt, belém álltak a forzások, hogy igazából egy szar, szóval az mondjuk meglepett. Egy értelmes beszélgetésben nagyon sok mindent szívesen kifejtenék, de a YouTube nem alkalmas platform a regényére. Jó, hát nem tudom. Figyelj, azért mondom, én nem tudom, mennyi videómat láttad, mennyi minden, mit követsz, meg mennyire ismered egyáltalán a véleményemet, vagy mi az, amiben a véleményem nem tetszik. Szerintem azért olyan szinten nem ismersz, hogy tud, hogy konkrétan miről mit gondolok, max tényleg így a videók, amit elmondok, de azt se hiszem, hogy mindegyiket megnézted, szóval... Második hely is ér pontot. Nem fogom utolérni az elsőt. Nincs. Volt régen, de már nem működik az online. Egyelőre nem hiszem. Nem hiszem, Patrik, egyenlőre. De egyébként, hogyha már úgyis mindjárt vége a live-nak, mert szerintem nagyjából elmegyünk ezért a karkötőjére, és akkor elmondom. Én úgy gondolom, hogy... az én véleményem az, és akkor én kifejtem, hogy én alapból sztori gémeket szeretem, tehát nálam ez alap. Nagyon szimulátorokat nem vonzanak, tehát ami kifejezetten egy ilyen írdatlanul szimulátor, az engem nem vonz. Tehát úgy értve, hogy Assetto Corsa meg társai, nem rosszak ezek a játékok, egyszerűen annyi a bajom velük, hogy borzasztó sok időt igényel megtanulni őket rendesen játszani, profi szinten, és kell is hozzá a profi szint, és nekem erre nincs időm, energiám, hogy belerakjak, mert úgy érzem, hogy ez nagyon ilyen mániákusnak kell lenni, hogy tényleg, mint mondjuk annól nekem, amikor beleraktam 10 000 csatát a World of Tank-ba, és nekem tőlem ez egy kicsit talán ez távol áll most, hogy az életemben ez így nem fér bele, én ezt így látom, de ettől függetlenül egy jó játék. Ezen kívül ugye vannak az árkád játékok, de most van az árkádnak többféle kategóriája, van ami nagyon árkád, mint például a LEGO Racer például, vegyük azt, vagy ami már a valóságtól is elrugaszkodik. Ott igazából a készítőkre van bízva, hogy mit alkotnak. Tehát, hogy az a készítőkön múlik, hogy mit tesznek bele, hogy mennyire mennek el a varázsvilágig, vagy maradnak a földön, az már rajtuk múlik. És hogy megalkotnak valami izgalmasat, vagy nem, mert lehet izgalmas valami úgy is, hogy nem valóságos, viszont vannak ugye a valóságos alapú játékok, mint például a Forza, a Crew, a Need for Speed, mert valamilyen szinten ugye ők a földön vannak, bizonyos szinten elmenve a valóságtól, de mégis a földön vannak. És hogyha én azt mondom nektek, hogy mondjuk nekem meg van magyarázva, hogy a pókember úgy jött létre, hogy megcsípte egy pók, akkor én azt elhiszem, hogy a pókember létezik. A Transformersben nekem megmagyarázzák azt, hogy az örök szikra lángja gyújt és autóbotok megjelentek, idejöttek a földre és lemásolták az autókat, az nekem oké, elhiszem, jó. A lényeg az, hogy legyen egy magyarázat arra, hogy miért történik az, ami történik. És akkor el tudom fogadni. De hogyha valamire nincsen magyarázat, és indokolatlan, azt nem tudom elfogadni. Tehát például mondok egy jó példát, erre Halálos Iramban filmek, bár látványosak és szórakoztatóak, de amit a Vin Diesel csinál a kocsikkal, az számomra röhelyes és nem elfogadható, mert egyszerűen az igen. Jó, kép van, a hang az beszart, oké. Gyerekek, jó, akkor ennyi volt, eddig mentünk el. Jó, szóval azt akarom ebből még kihozni, hogyha nekem, úgyis mondom, vége lett volna, hogy innen folytatjuk holnap. Kellenek ezek a crash-ek is. Na, szóval azt akarom mondani, hogy igen, például a Halálos Iramban lévő varázslatok, amikor a tankot elhúzzák, és amikor a tankot a tankot beakasztották a Shelby Cobrába, és a tank átrepült, én abban az időtájban pont maketteztem, és makettankokat építettem versenyre. És nagyon sokat foglalkoztam tankokkal, és tudtam, hogy például az Abrams tank az egy 70 tonnás tank, aminek az egyharmad csúlyát a tornya teszi ki. És amikor láttam azt, hogy ez a tank így szaltózik és repül, akkor úgy éreztem magamba, hogy vagy én vagyok a hülye, de hogy ezt én nem tudom benyelni agyilag, hogy egy 70 tonnás gépezetet egy sodronykötéllel megakasztva fel lehet pördíteni a levegőbe, amikor nem vagyok fizikából zseni, de hogyha a tank megy 120-szal, mert valamelyik tud 120-szal menni, sőt ezek az újak már simán ilyen 100-120, 90 és 120 között mennek, attól függ, hogy melyik országban vannak. Na most mondjuk egy 100-as tempóval, tök mindegy, hogy beakasszák, az a 70 tonna az nem tudom hány 10-szerese, 100-szorossal fog nehezedni a sodronykötére, hanem egy gondolkodás nélkül eltépi, de ha nem is eltépi, akkor szerintem a betont szakítja föl, de hogy nem átrepül a levegőbe, az tuti. Na mindegy, szóval nekem ezek a dolgok, és nekem ennek apropóján nekem fontos az, hogy amikor belépek egy játékba, és mondjuk árkád játékról van szó, akkor érezem az autó futóművét, mutassa nekem, ezért fontos például a kocsiban a belső fizika, hogy rendesen tekerje a kormányt. Nem azt mondom, hogy teljesen tekerje, mint a valóságban, de hogy nehogy feled, mint a Forzában, mert az szar. Hanem rendesen, tehát hogy érezzem azt, hogy egy autóba ülök, és érezzem azt, hogy ez működik. Tehát ha esik az eső, akkor törölje az ablakot, hogyha, mint például a Crew-ba például megfogja a tükröt és megmozgatja, ezek nem olyan fontos dolgok, de a Sony exkluzív címei, mint a Last of Us, és a God of War, és ezek a nagyon prémium játékok attól lettek jók, hogy beszélgetnek a karakterek séta közben, megbotlik a karakter, elesik, életet adtak a játéknak, és ettől lett annyira jó. És én szeretném, hogy az autós játékokban is ez meglegyen, sőt azt is szeretném, hogyha például, igen, ezek a sok kis apróságok, ezek nagyon hozzáadnak a játékhoz, és mindegy, szerintem ezek szerintem fontos dolgok, akinek nem fontos, annak nem fontos, de szerintem ettől lesznek jók a játékok, és pont, mindegy, a lényeg, hogy szerintem ez kell. Halálos iramban nem egy dokumentumfilm, hogy ragaszkodnia kell a valósághoz, ennyi erővel belekötünk szinte minden modern akció. Nem azt mondom, hogy a Halálos iramban film nem egy dokumentumfilm, hanem azt mondom, hogy azt elfogadom, hogy a szuperhősöket nem tudják lelőni 500 lövedékkel sem, meg végtelen tárgyuk van, ez így van 100 éve, meg az is, hogyha meglövök egy autót, és bárhol, az felrobban a filmekben, miközben az életben nem robbanna fel a kocsi, ha lövöd a benzintankját sem. Ez oké. De amikor egy két és fél tonnás autó, egy 60-70 vagy nem tudom mennyi, 40-50 tonnás széfet húz el, és ha van agyam, az agyam ellenkezik a látottak. Tehát látom, hogy mi történik a filmben, és azt mondom, hogy egyszerűen azt látom, hogy mi történik a filmben, és azt mondom, hogy bazd meg, ez nem lehetséges. Hogy így nem tudja az agyam befogadni, olyan, mint hogyha azt látnám, hogy a Niagara vízesésen lemegy a Titanic. Tehát, hogy lemegy a Niagara vízesésen, lemegy a Titanic, és lemegy, és bazd meg nem törik el, hanem megy tovább. És akkor így nézném, hogy mi, hogy, és így, tudod, így nem tudod elfogadni aggyal, hogy ez nem lehet, ez nem történhet meg, és megtörténik, mert hogy Vin Diesel levezette mondjuk. Szóval, hogy mondom, ha van baromság a filmben, Harry Potter, lásd, Gyűrűk ura, mondom, de Transformers, Marvel filmek, ha meg van magyarázva, hogy ez miért van úgy, és ez egy kitalált világban történik, akkor nincs ezzel gond. Nincs ezzel gond. De amikor a valóságban történik valami, valóságot ábrázolja, mert azt ábrázolja, és így történik ilyen benne, azt úgy nem tudom. De ha a Transformersben megmagyarázzák nekem, hogy úgy megy le a hajó a vízesésen, hogy az egy Transformers, és azért nem törik szét, akkor azt mondom, hogy jó, oké. Itt az igazi José. Hol volt? Itt volt José, a live van, király Cső José. További jó streamet nekem mára, ennyi jó éjszakát, viszlátvold nézők. Így van, viszlátvold nézők. Tehát mondom, ezt én így gondolkozom, tehát nekem ez, de mondom, nem vagyunk egyformák. Jó van, jó éjszakát mindenkinek, jók legyetek, pacsi, holnap este 8-kor találkozunk, és akkor folytatjuk tovább a Forzát, remélem, hogy a mentés megmarad, mindegy, haladunk tovább vele, úgyhogy pacsi, mindenkinek holnap 5 órakor mindenki tessék megnézni a YouTube-on a videómat, tanulhattok belőle, Need for Speed történelem óra lesz, nagyon sokat tanulhattok belőle, az hasznos lesz, az egyik, a másik pedig, hogy moziban megnéztem az új Halálos Iram filmet, szóval nem ítélem el, látványos volt, és szerintem jó volt. Mindenkinek szervusztok, sziasztok!